Réges-régen Noé japán unokái megépítették Bábel tornyát. Annak ledőlte után nem tudták megérteni egymást az emberek, mert az önzés összezavarta a nyelvet. Ugyanis az irigység egyre jobban kezdett elhatalmasodni a földön. A lusta lakni kezdett a tolvaj gyilkolni, a kéregető rájutott a tetejére a házat. Addig-addig, hogy egy napon az Úristen odafönt az égben megsokalta az emberek gonoszságát, és rájuk szabadította a sötétséget és a hideget. Mikor pedig már közeledett erősen az idő, amikor minden emberi életnek el kellett volna pusztulni a földön, az Úristen odaintette maga mellé a kedvenc angyalait, és ezt mondta. Kedves angyalaim, közeledik a korázsin a szeretet a megbocsátás ünnepe. De amikor letekintek a földre, csak bosszúságot, éjtséget, reménytelenséget látok az emberek szívében. Sötétség borítja a lelkeket, mint a kővédelmetek volna. Mondd, hogyan tudnánk segíteni rajtuk? Azzal a feladata bíznak meg benneteket, hogy szálljatok le az emberek közé, és akiben egy csöpnyi nyomát találjátok a jóságok emberségnek, azokért gyújtsatok egy gyertyát. Éjtsétek meg az emberek szívét, hogy újra születessen bennük a remény és a szeretet. Én pedig majd az utolsó előtti napon lenézek a földre, és egy kicsit világosságot is látok, megkönnyörülök az emberi világon. Az angyalok köztünk járnak, de ne keressen rajtunk hatalmas fehér szárnya. Az angyalok a ragyogó szemű mosolygó emberek, kiknek szívébe lángol az őszinte tiszta szeretet. Kik megkérdezik, hogy vagy, miben segíthetek, hogyan tehetném szebbé karácsonyi ünnepet? Ölelésre látsz, vagy csupán egy kedves szóra? Mondd el, miben, mi az, mi szíven nyomja. Szép lassan eszedbe jut egy gyermekkori emlék, mikor még bátran megfogtad egy idegen ember kezét, érészted a szeret, és sohasem bántad. Emlékszel akkor még, látod a tanulás fehér szárnyát? Időközben felnőttél, és mindezt elfeledted. Régóta úgy gondoltad, hogy angyalok nincsenek. Most melléd lép valaki is ragyogó szemmel mondja, ölésre vársz, vagy csupán egy kedves szóra.
karácsony este volt. Kint sűrű perékben hullott a hó, és dermesztő ideg volt az egész városon. Az édesanyja, aki egyedül volt otthon három gyermekével, csodálatos babát volt. Ujjai fürgén dolgoztak a tűvel, egy percre sem állt meg a munkára. A gyerekek édesanyjuk körül ültek. Mi mást is tettek volna ebben a hidegben? Csodálattal nézték, hogy anyjuk volt. Nézd csak, Anna, láttál már ennél szebbet? Ennél szebbet még sohasem láttam. Házi vagyok a kellett gyújtba akár, hát mikor jön haza édesapá? Légy még egy kis türelemmel, talán holnapra apa is hazér. Messze földön dolgozik az uraságnál. De nézzétek csak, mindjárt készen leszek a babával, amit a grófnő rendelt kislányának karácsonyra. Ha megkapom érte apját, veszek nektek tüzelőt és begyújtok, jó? De én most fázom. Ott van nagypapa kabátja a ládában, azt ráterítem és raktam melegedet. Megengeded, anyuka? Karácsony este van, ünnep. Persze, hogy megengedem, de nagyon vigyázz rá. Tudod, hogy csak ez az egy emlékünk van tőle. Érzed, milyen jó nagypapa illata van? Hol van a nagypapa? A mennyországban. Tudjátok, onnan jönnek az angyalok karácsony estéjén azokhoz az emberekhez, akik a legjobban, a legszegényebbek. Olyanok, mint mi. És segítenek rajtuk. Ez nem igaz. Az angyalok csak a gazdagokat látogatják meg karácsonykor. Visznek nekik szépen feldíszített fát, aranypapírba, csomagolt csokoládéval és színes csillogó gömbökkel. Ó, tényleg, láttunk a angyalt. Felestünk egyszer a grófnő ablakán, nagyon szép volt. Égtek a gyertyák, a kandallóban tűz pattogott, s a grófnő csodálatosan szépen zongorázott. Az asztal meg volt terítve fehér sejemmel és csillogó porcelánnal, és az asztalon mennyei húsos illatozok. És töltött pulyka meg sült csirke, mézes kalács meg torta. Éhes vagyok, anya, hallod? Én is pulykát szeretnék enni, meg sült csirkét, meg tortát. Türelem, kislányom, látod már az utolsó öltéseknél tartok. Készen is van. Azt hiszem, ilyenek lehetnek azok az angyalok is, akik a gazdagoknak csodaszép karácsonyfát visznek. De szeretnék én is egy ilyen angyalkát. Nem maradhatna a miénk? Egy ilyen csodaszép babát sejem át. Egy ilyen csodaszép babának sejem át rá. Nem fektethetjük szalmazsákra. Azt hiszem, jobb helyen lesz a grófnő kastélyában. Jaj, el fogok késni, gyorsan a kendőmet. Gyertek vissza! Jó napot, kit jelentelek be? Uram, meghoztam a babát, amit a grófnő megrendelt. Kérem, kövessen. Grófnő, meghozták a babát, itt van az az asszony, aki készítette. Jó estét, asszonyom. Elhoztam a babát, amit megrendelt. Elkésett vele. 5 perce elmúlt 6 óra, én 6 órára kértem. Hagyd ám, szép egyenletes öltésekkel van, az anyaga nemes, a csipke finom. Édesanyám, de csodálatos ez a baba. Nekem kell ez a baba, akarom. Sajnálom, ilyen pontatlan emberekkel nem vásárolunk, meg a túlságosan lusta. Kérem, grófnő, legyen könyörületes. A baba árából szeretnék a gyermekének tüzelőt venni, és egy kis vacsorának valót. Még nincs ennyi való? Miféle anya maga? Még nincs a karácsonyi vacsora az asztalon. No hát, hogy milyen emberek vannak. Felháborító. Ezt az asszony ne engedje be többre. Igenis, asszonyom.
csináljak, mit tegyek, nincs semmi, amit eladhatnék. Vagy mégis, a kabát jó meleg bundása belseje, hát ha valaki megveszi. Az édesanyja, amire visszatért a kis házba, gyermekei már aludtak. Óvatosan leelvette róluk a drága ruhadarabot, a babát a kislánya karjába tette, és hogy meg ne fázzanak, a saját kendőjét terítette rájuk. Szívére szorította még egyszer utoljára a kabátot, mélyet cippantott az illatából, és vékony ruhájában belevetette magát a karácsonyi éjszakában. Tudta, hogy a kabátot a lehető leggyorsabban el kell adnia, hiszen gyermekei nem ünnepelhetik Jézus születését éhesen a hideg szobában. Kérem, uraim, ne vegyék meg ezt a kabátot! Báránybőr a bírése, és finom a szabása. Menjél innen, jó asszony, hagyjon végig. Koldusoktól nem vásárolunk. Egyébként nem látta, hogy sietünk. Uram, uram, kérem, vegye meg ezt a kabátot. Sajnálom, hogy nincs szükség, hogy milyen kabát viszont látásra. Fiatal úr, vegye meg ezt a kabátot. Ilyet manapság sehol nem találni. Igaz, nem tudjuk, hogy figyel, hol vette. Jól mondja, ilyen gyöltyű munkabát a faluban nem talán sehol. Melyik személy domborakat rá? Na tűnjön a szemem elől. Asszonyom, kérem, vegye meg ezt a kabátot. Pár forintért odaadom, fáznak és éhesek a gyerekeim. Beszélni soha, anya vagyok meg. Remek szép ez a kabát, szívesen meg is venném, de látja, hogy én is szegény, hogy akkor Isten áldjon. A meggyötört asszony elindult a székesegyház felé, és reményvezgetten elrogyott a lépcsőre. A templomból karácsonyi dallamok szűrődtek ki, halkan zokogni kezdett. Csodálatos estén? Már nem is sírok. Kérem, vegye meg ezt a kabátot. Milyen puhat körülítése, és milyen finom. Olyan, mint a családka volna. Odafért a kézzelanya. Az édesanyja örömmel szültött a magához a pénzt, és hálásan csókolt meg a kezet az ismertei útjevőnek, de ő már nem volt sehol. Aztán arra gondolt, mintha már látta volna valahol, valamikor. A haja színe, a ruhája, a vonásai mind ismerősek voltak. De nem volt ez az ideje hosszasan gondolkodni, felpattant és rohadt, hiszen még tüzelőt és élelmet kellett szereznie, mielőtt bezártak volna az üzletek. Thank you.
édesanyja újongó szívvel jutott be a kis házatjába, hirtelen megtorpant. A kályhában pattogott a tűz, melynek fénye megvilágította a szobát. Mellette szépen feldíszített karácsonyfa állt. A megterített asztalon pulyka, sült csirke és forró húsleves gőzölgött porcelánkában. A gyerekek mellettől kipirul arcocskával, nagyapai kabátjával betakarózza boldogan mosolyogtak álmukban. Az édesanyjuk óvatosan odalépett az apróságokhoz, és finoman megemelte a kabátot. Babát kereste, az angyal babát. Izgatottan kutatott a régi ládába, de a babát nem találta sehol. Pedig tisztán emlékezett arra, hogy a babát a kislánya karjába tette, mielőtt elment volna otthonról. Ebben a percben világossá vált a számára, hogy ki volt az angyal arcú jótevő. Most már tudom, hogy miért volt olyan ismerős ez a kedves lány a templomnál, hiszen a kislányom is megmondta. Szent karácsony estéjén lejönnek az angyalok a földre, és segítenek azokon, akik rászorulnak. Csak tiszta szívvel és hittel kell kérni, és megadatik a csoda. Thank you.
kincses kezem, hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi már, csak jó meleg simogatás. Ápili Lajos soraival köszönöm meg a negyedik évfolyam nevében megtisztelő figyelmeteket. Megköszönöm a gyereket, a felkészítő kollégát, a gitáron hangszeres kísérletet biztosító felsős diákok munkáját. Szeretettel, izgalommal készültünk erre a napra, hogy minnyájatoknak egy képzeletbeli simogatással mutassuk meg az ünnep, a szeretet fontosságát. Reméljük, hogy megsimogattuk a lelketet. A karácsony, a jókedv, az öröm ideje is. Azt is üzeni, hogy sosem vagyunk egyedül. Ezt mi mással fejezhetnénk ki a legjobban, mint egy közös dallal. Arra kérünk benneteket, hogy énekeljünk együtt. Énekeljétek velünk a Karácsonyi Álom című dal, hogy szeretettel, örömmel, jókedvvel feltöltődve váljunk.